Kedves Gyuri barátom, tegnap, amikor a ravatalozásod végén kitoltak a Városház utcán udvarába, félreállítottak, és sokunkban ösztönösen fordult meg az a gondolat, én megint félretoltak téged, mint annyiszor az életedben. Félretoltak. De elfeledtetni a harcodat, azt a szellemet, amiért küzdöttél 56 előtt, 56-ban, és azóta mindvégig következetesen. Ezt nem feledhetjük el soha. Te most elmész, de egyet ígérhetek, és itt esküszöm, hogy soha. Azt, amiért harcoltál, és amiért küzdöttél, fel nem hagyjuk. Ígérem, Gyuri. Szabadultam. Ez volt az a 13. év. 13 év alatt az ember eljut gondolatban egy bizonyos pontig, akár politikai szinten, vagy akárhogy, minden esetre egyet tudok mondani, hogy mindezeknek és minden egyebeknek a hatására, akkor, amikor a barikádokra mentünk, nem mondhatja az ember, hogy egy elvből, egy kiforrott véleményből. De biztos az előző életében az embernek van egy összetevője, hogy oda került, ahova került, a barikádokra. Én 13 éves voltam, amikor államosították az apácákat. Tehát én akkor kerültem ki. Addig apácáknál voltam. Azt hiszem, hogy én már ott megkaptam az alapokat, hiszen 13 éves korban már van véleménye az embernek. Akkor, amikor az emberbe ünnepek, vagy egyéb alkalmakkor, vagy az egész élete úgy zajlik, hogy szeretetbe, egymás iránti megbecsülésbe nevelik az embert, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat, akkor belecsöppen egy teljesen ellentétes életbe. Mondom azt, például egy augusztus 20-ai nagy ünnep, az István király ünnepe, amikor nekem mindig visszacseng a fülembe csodálatosan, és a hátam borsózik, akkor ment a pápai himnusz, vagy a Hol vagy István király, téged magyar kíván. Ezt nem kell azt sem mondanom. Ugyanakkor a másik oldal, amikor is csasztuska szerűen betanítatják velünk a Mindszentiről írt csasztuskát, és ezt miután énekkaros voltam ott az apácáknál is, ahol latinul a nagy ünnepi miséket énekelték, amire még mai napig is emlékszem, ugyanakkor teljesen ellentétesen egy Mindszentiről kell énekelni egy csasztuskát a másik oldalon az énekkarba, ugye? Mert az énekkarban meglógni nem lehetett ott, ha bekerült az ember, bekerült. Aztán arról nem beszélve, hogy az első munkahelyen viszont egy nagyon hasonló a Kunhegyesi Járási Tanács begyűjtési osztályán dolgoztam. Én ugyancsak gépíró voltam, de volt négy instruktorunk, aki csak hétfőn volt bent, amikor az összesítések voltak, különben egész héten padlás söpörtek. Na most én előttem van még mai nap is ez a jelenet, amikor árvíz volt, Tiszagyenda, Tiszarof, ez a környék, Tomai Monostora, és elvitt mindent az ár, és egy idős parasz bácsi, ahogy megjelent, hogy engedjék el a beadását a hátralévőt, mert elvitte az árvíz, és gyűrögette azt a zsíros kis kalapját, és az ember tehetetlenül ült ott, és nem engedték el, akkor sem engedték el. Szóval ez
Ez mind lehet, hogy tudat alatt valahol mélyen benne volt az emberbe. Akkor, amikor kiment a barikádra, amikor a 16 pontot felolvasták, és amikor végig, annélkül, hogy hazamentem volna egy napot is, ott voltam végig, mindaddig, amíg meg nem sebesültem november 4-én. De hadd mondjam meg, hogy azt hiszem, hogy mióta én kijöttem az intézetből, az sem volt egy leányálom időszak. Már az állami gondozás? Igen, az állami gondozásból, hogy mondjam, amikor egyszerűen képtelen voltam munkahelyet kapni, amikor mindegy volt, hogy havat lapátolni megyek, vagy mosni, vagy takarítani, csak hogy az ember dolgozzon, mert egyszerűen nem tudtam munkahelyet kapni a letelepedés miatt, jó lehet, az egész familiám itt élt Pesten. Én mindig képzőművészeti gimnáziumba szerettem volna menni, és oda is felvételiztem. És akkor, amikor én a rajzaimat beküldtem, akkor a tanárok mind azt mondták, hogy nem létezik, hogy nem vesznek fel. Én bele is éltem magam. Imádtam rajzolni, festeni. Azt hiszem, akkor az volt az egyetlen szenvedélyem. Beleéltem magam, hogy képzőművészeti gimibe vesznek föl. Aztán hát helyette nem vettek föl. És közben akkor még volt a Reál meg a Humán gimnázium, és ezt egyszerűen bevágtak a Reálba. Hát a Reál meg soha nem volt erős oldalam, én inkább a Humán tárgyakba voltam jó. Aztán a másodikból kimaradtam. Akkor írt már verseket is? Ekkor már írtam. A 6-3-as angol-magyar mérkőzést, azt meg volt egy pár versem, csak sajnos amikor eljöttem a Kunhelyesi járási tanácsra, akkor kiraboltak engem az állomáson, és a verses füzetem az eltűnt egy az egybe. Az, hogy én leülök és elhatározom, hogy írok egy verset, ez nálam nem megy. Ez nem megy, ez valamit ki kell, hogy váltsa belőlem, mint amikor bevittek az Orfiba ideggyulladással, és addig még soha senkinek nem beszéltem 56-ról. Valahogy nagyon kerültem az 56-os témát. Nem beszéltem róla. Nem is akartam, ez valahol nagyon mélyen bennem el volt temetve. És mondja nekem az orvos, azt mondja, hogy figyeljen ide, azt mondja, maga nagyon sok mindent elmondott. De érzem, hogy van nagyon komoly dolog, amiről maga nem beszélt még. És akkor aztán előjöttek a Kati, a fiúk, a minden. És akkor ennek a beszélgetésnek a hatására született meg tulajdonképpen az a versem, aminek végül is nagy nehezen a Kísért a múlt címet adtam. És akkor másnap reggel odaadom a Horánszkinak, mondom, olvass el, doktorom, mondom, tegnap este írtam ezt a verset. Mondom, azt hiszem, hogy ehhez nem szabad hozzányúlni. Azt hiszem, talán ez az egyik legkedvesebb versem. Elmondjam. Kísért a múlt. Csak ülök a terasz tetején. Merengve bámulom a vén Duna vizét. Mint egy kidobott püffet hullát, úgy dobja fel a merengés. Rég szunnyadt, mélyre temetett keserű emlékeimet. Rohan a világ, a Duna is hömpölyök tovább, csak az emlékek keserű áradata makacsul mellettem áll, és rág, egyre rág, mint a szó a fát. Borongó sötét vizet hullá, mint táncot járnak a parti fák koronái. Oly borongó, szennyes, szürke a vized, mint kínzó, gyötrő emlékeimidben. Téged csak szabályoznak,
De engem korbácsolnak, és egyre korbácsolnak kínzón és gyötrőnek keserű emlékek áradata, mely, mint a láva folyam, csak sodor, nem tudva, hol a vég, és mikor lesz elég. Vissza kell kanyarodjunk az előző kérdéshez, ahogy került a barikádra. Kimentem a Szabad Népszékházhoz, mondták, hogy ott fogják, majd nyomják a 16 pontot, és akkor kimentem a Szabad Népszékházhoz, és vártuk az újságot, és akkor terjedt el futott tűzként az, hogy a rádiónál már ölik a fiatalokat. Akkor, amikor mi már oda mentünk, akkor már állt a bál, és hogy nagyon jól emlékszem, én fönt voltam a háztetőn a stúdióval szembe, fönt a háztetőn a kémény mögött ültem, aztán két srácnak jobbra-balra töltögettem a tárakat. Ezek szerint akkor már volt fegyverük? Igen, már egy leállítottak mentőautót is, ami a fegyvereket szállította be a stúdióba, a hátsó kapun. Én egyet soha nem felejtek el, hogy amikor a stúdiót bevették, és kitárult a nagy kapu, akkor az a rádió nem úgy nézett ki, mint egy rádió, az olyan volt, mint egy fegyverraktár. Hát tudja, mennyien fegyver kezdtek föl a rádióból? Rengetegen. Hát én jól emlékszem, amikor fölvettem én is egy, azt hiszem, egy 48 mintájú hadipuska, mert volt ott az is, és akkor mentem ki a körútra, és akkor jött egy beszkártos, és mondja nekem, hogy hadd már ide nekem a fegyvert, honnan szerezted, mondom, mennyi a rádióban, mondom, van ott elég. Vagy mondom, tudod mit, mondom, nesze, itt van, majd visszamegyek magamnak egyért. És visszamentem másik fegyverért. Szóval észbontóan sok fegyvert hordtak be a hátsó kapun a rádióba. A stúdió bevétele után én átmentem a Corvin közbe, és a Corvin közbe jöttem össze a Katival. Tehát attól kezdve a Katival mi végig együtt voltunk. Amikor a Corvin köz létszáma nagyon feltöltődött, akkor menet közben voltunk még, ugye fönt a Valéria Söröző fölött voltunk éjszakai hadállás, akkor onnan kilőttek bennünket. Szóval ilyen hasonló különböző harci események voltak, és akkor megalakult a Práter utca, a Vajdahunyad utca, Tűzoltó utcában is voltam egy akcióba. Úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen kör alakult meg, és akkor én a Vajdahunyad utcai részlegbe kerültem, ami ugyan a Corvin köznek a fennhatósága alatt volt, és ugyanúgy, mint a Práter utca, meg a többi, innen kaptuk az élelmet is, meg mindent. Voltunk járőrözni, voltunk különböző, tehát annyi helyen voltunk, hogy el se tudom mondani. Az most már, hogy a háztetőkön járkáltunk, ha az egyik utcán nem tudtunk átmenni a nagy tűz miatt, akkor a háztetőn mentünk át a másik utcába. Szóval, mit mondjak, iszonyat volt, én ott láttam például az egyik társamnak, amikor Dum-Dum golyóval szétrobbant a keze, amikor odalőttek. Volt például ilyen kenyérosztás akció, vagy kenyérakció, az a furcsa módon a Pongrász Gergely könyvében láttam, hogy ez ki, mikor, hol vette föl, nem tudom, csak gyanús volt, hát az én vagyok. Pongrász Gergely még most az események után 30 évvel is Maléterpál szerepét megkérdőjelezi. Na igen, azt én is megkérdőjelezem. Tudnélik, azt hiszem, hogy október 26-án volt a Tűzoltó utcába az a harc, amiben részt vettem, és ez egy elég kemény csata volt, és akkor küldtek el át a Corvin közbe segítségért. Hogy kell elképzeljük, hogy részt vett ebben a csatában? Hát úgy, hogy részt vettem. Igen, én is lőttem. Ahonnan lőttek, oda visszalőttünk, hát persze, ez az elv. Ha nem bántanak, akkor nem bántok senkit. Ez az elvem. És ezzel élek ma is. De ha bántanak, akkor megvédem magamat.
Na most tény az, hogy akkor, amikor én átmentem, és itt a Kilia laktanya szerepéről van szó, hogy mikor állt át, illetve hát egyben Maléter szerepéről is, hogy egy bizonyos, akkor még nagyon oda kellett figyelni a Kilia laktanyából jövő lövésekre is. Tehát nem csak a körút két oldaláról, hogy mennyire akarják fényesre, szépre mosdatni Malétert, ez az ő dolguk, de hadd mondjam meg, hogy a 56 történelmét igazán azok tudják megírni, az utcai harcok részletét, akik ott voltak a barikádokon, és azokat pedig még nem kérdezte meg senki. És megint félek, hogy nem ez lesz 56 utolsó történelme, ha ezt így meg akarják írni, egy hegedűs B. András szemszögéből, vagy egy Vásárhelyi Miklós szemszögéből, az nem lesz a hiteles 56 történelme. Visszatértünk 1956-ra. Megkaptuk a nemzetőrségi igazolványunkat, ezzel egy szabályos folyamat indult meg, a rendfenntartás érdekében, hiszen ez volt a dolgunk. Egyetlen egy esetre emlékszem, amikor is két fiatalt vezettek végig a táblával a nyakába, mert a kirakatba belenyúltak jogtalanul, és én azt hiszem, hogyha november 4-én az oroszok nem avatkoznak bele, és nem jönnek vissza, és valóban rendeződik akkor Magyarország helyzete, ott le is zárulhattak volna a fegyveres harcok. Ott már nem lett volna probléma, és ma sokkal előbbre tartanánk. Tartana ez az ország mindenféle szempontból, úgy erkölcsileg, mint anyagilag, mint gazdaságilag, de még a demokráciában is. November 4-én az oroszok, én nagyon korán hajnalba elkezdték az aknaszőnyeget. 8 kerület, 9 kerület olyan aknaszőnyeget kapott, hogy az észponttó. Akkor sebesültem meg én is délelőtt, és akkor bevittek a Péterfi Sándor utcába, a Comb, Láb és Gerinc mellett. Gerinctől egy centire, ami aztán később bevándorolt a rossz felé a Gerincbe, és akkor ezt hurcoltam éveken keresztül. Aztán, amikor kijöttem a kórházból, én visszamentem, már nem volt senki, és a Katék is elmentek. Aztán november végén határoztam el, hogy kimegyek. Akkor elindultunk, Székesfehérvárnál elkaptak az oroszok, akkor bevittek a rendőrségre, onnan felhoztak a Jászai Mari térre, és itt a Jászai Mari téren levittek valahova, nem tudom hány emelet van lent, egy óra múlva, vagy két óra múlva fölhívtak kihallgatásra, elvettek mindent tőlünk, csak ventilátoron kaptuk a levegőt, és akkor, amikor soha nem felejtem el, két úr hallgatott ki, egy szők, egy, aki ott ült szembe, egy meg hátul járkált, és akkor kérdeztek az 56-os szerepemről, aztán én elmondtam, hogy hol voltam, merre voltam, és akkor november 4-én megsebesültem, és utána már nem harcoltam tovább, és akkor azzal engedtek ki, furcsa módon kérték a cuccomat, de szó szerint emlékszem, hogy azt mondta a pofa, hogy november 4-éig forradalom volt. Azután vált ellenforradalommá, amikor bejöttek az oroszok, és szembeszálltunk velük. Miután én ebben nem vettem részt, már így kiengedtek. Tehát azzal zárták le, hogy forradalom volt. Ezt soha nem felejtem el. Miután elengedtek, na és hadd nem mondjam, hogy Kádár is büntetlenséget ítélt. Tulajdonképpen én mikor márciusban mentem el dolgozni, és a képzőművészeti főiskolára mentem modellnak. Mikor a főiskolán befejeződött az is, a
tanítási szezon, akkor átmentem a lámpagyárba, illetve az Orionba dolgozni, és éjszakai műszak, nem, délutános műszakból mentem haza, és éjfél fele jöttek értem, 3-an vagy 4-en. Én albérletben laktam, főforgattak mindent, és akkor bevágtak egy kocsiba, házkutatás, bevágtak egy kocsiba, amit érdekesnek találtak, elhoztak, többek között a svéd gyermek akciónak egy levelét. Evel kapcsolatban rám akarták verni a kémkedést. Csupán az bementem, feljelentést tettem a Magyar Vörös Kereszt ellen, mivel hát nem igazságos volt az elosztás. És erre kaptam meg a választ. Svéd gyermek akciótól, és ezt fel akarták használni kémkedés ürügyén. Aztán bevittek a gyűjtőbe, ez volt július 16-án, a második nagy begyűjtésnél éjjel. Mik voltak a vádpontok? A vádpontok 1/2 a államrend ellen irányuló fegyveres szervezkedés, többrendbeli meg nem állapítható gyilkosság, többrendbeli meg nem állapítható gyilkossági kísérlet, diszidálás és rablás. Nagyfokú rablás. Csak hát mindig eltöprengtem, hogy azok vontak felelősségre rablásért, amit nem követtem el, akik kirabolták az országot. Érti? Hiszen ezt csinálták 45 év alatt. Az ön letartóztatása egy évvel korábban történt, mint Nagy Imre és társainak a kivégzése. Igen. Soha nem gondoltam volna, hogy ez a megtorlás ilyen iszonyú lesz. Mert az iszonyú volt. Én nagyon tudtam, hiszen mindig, hogy is ne tartottam volna igazságtalannak a büntetésemet, akkor, amikor, csak egy példával, lezárja az anyagot a nyomozó, és azt mondja, hogy hát, Wittner, ez maximum 5 év. És akkor elkezdtem számot vetni magamba, és számoltam, mondom, ha le kell ülni a teljes időm, akkor is leszek 25 éves, mire kijövök. De a vérbiráknak olyan iszonyatos hírük volt, és ezt most így mondom valóban, ahogy van, hogy amikor levittek bennünket vádirat tanulmányozásra, mert papírt, semmit nem kaptunk a kezünkbe, és elolvastuk, hogy ki lesz a tanácselnök, akkor egyetlen mozdulattal reagáltunk erre az egészre, ezzel. Mert akkor már tudtuk, hogy nem 5 év lesz az ítélet, hanem kötél, ami be is következett. Az igazság érzete is az embernek belül azt diktálta, hogy ez az ítélet nem lehet igazságos. De viszont benne volt az emberben egy olyan, hogy akkor is megmutatom, hogy nem fogsz kétségbe esve látni ott, amikor kimondod a halált rám. És furcsa módon, hogy végig is néztem az arcokon, amikor kimondták. Tudtuk azt, ezt megbeszéltük a Katival, hogy egy méltóságot kell tükrözni. Talán így nevezném helyes szóval. Akkori nyelven talán egy dacsal. Van-e Wittner Máriának küldetéstudata? Úgy érzem, hogy van. Azzal, hogy életben maradtam, tartozom azoknak a társaimnak, akiket kivégeztek, és akiket mellőlünk vittek el. Tartozom, hogy a nevük és az a sok mocsok, az a sok szenny, amiket rájuk szórtak, azok alól tisztázza az ember. Itt van például a Tóth Jóskának a fia,
az a Ticsi, aki akkor alig pár hónapos volt, 9 hónapos volt, mikor kivégezték az apját, akkor nekem igenis felelni kell tudni neki arra a kérdésre, hogy ki volt az apja. És igenis, hogy el kellett mondanom azt, hogy a Tóth megverte a bíráját azért, mert a vádpont, amit rámondtak, az nem volt igaz. 2 pillanat alatt fönt volt az asztal tetején. Csak azért, mert nem hallgatták ki azokat a védőtanúit, akik igazolni tudták volna azt a hamis vádpontot, hogy ő nem volt ott a köztársaság téren. És az köztudott volt, hogy akire ezt a vádpontot rákenték, azt kivégezték. És amikor azt mondta a Tóth, hogy nem igazságos a népbíróság, akkor a Tucsek felháborodva azt mondja, hogy hogy meri maga a népbíróságot rágalmazni. És abban a pillanatban föntermett az asztal tetején, és a Tucseket behúzott. Az egyik ülnöknek meg így szétcsapott, és akkor az egyik ülnöknek is beütött, annak eredett az óravére, és a Tucsek is kapott 2 monoklit, és ez egy nagyon pillanatok alatt lezajló jelenet volt, és akkor a fegyőr, aki mellettem állt, mert én voltam az elsőrendű vádott, és így állt mellettem a fegyőr, az oda kapott a pisztolyához. Én abban a pillanatban önként el ráütöttem a kezére, hogy féltettem, nehogy oda lőjön a Tóthra, és aztán mentek a fegyőrök, hogy jó 10 perc után leteperték, és akkor 2 lábbilincsbe tették, és akkor Tucsek intézkedett, hogy az egész ügyészséget kiüríteni. Az egész Markó tudta a telefonon keresztül, hogy a radiátoron, hogy Tucsekot megverték, és mondták a fiúk, hogy ne izguljatok, nem viheti tovább a Tucsek, át kell adni másik bíróságra, elő kell kezdeni a tárgyalást. És másnap ugyanott folytatták, ahol abba hagyták. És hadd kérdezzem meg, hogy akkor, amikor egy doktor Tucsek, a halálbíró, a vérbíró, akit mindenki a legnagyobb megbetéssel nevezett, vagy ejtett ki a száján, vagy a Vida, vagy a halász, vagy a Bétóth Matilda, Biszkú felesége. Kérdezem én, hogy tudnak ezeknek az embereknek igazságot szolgáltatni hivatalból, amikor ezeknek a vérbíráknak a vérdíjon tanult jogász gyerekei végzik ezeknek az ügyeknek a felülvizsgálatát. És akkor itt megkérdőjelezem az igazságot is. És ezért érzem azt, hogy ezeknek az embereknek nekünk kell a köztudatba és a világon visszaadni a becsületüket, ez az egyik. A másik, hogy ha már nekünk nem jut más, csak egy koporsó, csak egy koszorú, vagy egy lukaszászló a koporsónkra, mert ehhez mindegyikünk ragaszkodik. Annyi nyugdíjunk remélem még mindig lesz, hogy azt a koszorút megvegyük, hogy amíg 2 ember él közülünk, az utolsó ott lesz. Amikor a Katinak a sírjához kimegyek, azok a pillanatok mindig elevenen élnek bennem. Mindig visszacseng a múlt. Mindig. Én emlékszem rá, egyszer benézett egy pofa, egy fekete pofa az árkával, hiszen a kis ablakon. És akkor, mikor elment, aztán később jött vissza a smasszer, és mondom, hogy ki volt ez, mondja, hogy a bogár. Mondom, mi van, mértéket vett rólunk? És akkor, amikor elment a smasszer, Katival elkezdtünk dumászni, te azt mondja, mit gondolsz? Azt mondja, levágják a hajunkat, hogyha mielőtt felakasztanak.
Hát mondom, nem is tudom, mondom. De tudod mit, mondom? Mondom, majd megmondjuk a bogárnak, mondom. Szépen megfésülködünk, megmondjuk a bogárnak, hogy vigyázzon a hajunkra, mert most fésülködtünk. Szóval így hülyéskedtünk. Állítólag a Kati ezt mondta is. Vigyázz a hajamra, hóhér. Csak most fésülködtem. Nem akarok kócosan menni az úr elébe. Vigyázz a hajamra, hóhér. Most nagy útra megyek, hol megszűnik minden, mi földi, és elhágy az emlékezet. Siess, hóhér, de vigyázz, a hajamnak ne árts. Méltón akarok menni a társaim után. A Katit reggeli órákba mellőlem vitték el. Őt közvetlen az akasztófa alá vitték. Én talán már a búcsúszavakra sem nagyon emlékszem. De azt hiszem, hogy én roppantam össze akkor ott, aki ott maradtam, akit tudtam, hogy megmarad az életem. Én összeroppantam. Egyszerűen elájultam. És elkezdtem verni az ajtót, hogy hozzák vissza, ne vigyék el. Biztos, hogy így ilyen hisztériás roham, vagy nem tudom, mi volt ez. Azt tudom, hogy elájultam utána az egyik fegyőrt érített eszméletre. Nagyon sokszor föltettem magamba azt a kérdést, és még mai napig is, hogy miért pont én maradtam életbe. Ma sem tudok erre válaszolni. A bajtársait kivégezték. De saját maga is 13 nagyon kemény évet húzott le. Igen. Hitte abba, hogy ha kiszabadul, lesz még normális családi élete? Nem nagyon reménykedtem benne. Én mindig szerettem volna. Hát az természetes nő vagyok, belejárója a család. 2 év után mentem férhez. 8 évig éltem házasságban, volt férjemmel, utána elváltam. Én szerettem volna sok gyereket, én mindig szerettem a gyerekeket. 2 van, 2 unokám is van most már, aranyosak, de igazán mindig irigyeltem a nagy családot, érti? Én próbáltam a gyerekemnek pótolni, amit lehetett. De igazán a család úgy teljes, ha mind a 2 ember a felelősségét érzi a család iránt. Ez mindig nagyon fájó pont fog nekem maradni, az az igazság, hogy van erre vonatkozóan egy versem, hogy én mindig csak loppal titkon néztem a mások örömét. Én azt hiszem, ez jellemző az életemre. Mindig meg tudott hatni egy szép családi élet, ez higgy el nekem. Ha láttam úgy a baráti körömbe. Irigy volt? Nem voltam irigy, hogy mondjam. Igazán higgy el, nincs bennem irigység. Talán inkább fájt, hogy nekem miért nem lehet ilyen normális életem. 2 évig szintem, hát 2, volt egy másodállásom, szabóságban dolgoztam, és másodállásban összeállítottam egy maszekkötőnek, de az annyit jelentett, hogy szombat-vasárnap is ott dolgoztam. Szinte nem volt szabad időm. Talán kicsit nem ismertem társaságba menni, hogy mondjam, úgy éreztem magam, mint egy idegen bolygón járnék. Mintha a homlokomra rá lenne írva nagy betűkkel, hogy most jöttem ki a börtönből. Sose felejtem el, amikor bementem az első önkiszolgáló boltba, hát az akkor még nem volt 56-ban. És akkor körülnéztem, és nem tudtam, hogy mit csináljak, és akkor figyeltem az embereket.
És elkezdtem utánozni, és amit ők csináltak, azt csináltam én is. És szinte mindent így kellett figyelni, én úgy éreztem, hogy messziről ordít rólam, hogy én hol voltam több mint egy évtizedig. Talán nagyfokú gátlás is maradt az emberbe. Igazán meg kellett tanulni élni. Én megmaradtam annak, aki voltam. Én nem szamizdadoztam, de a gondolataimban mindig hű maradtam azoknak az embereknek az emlékéhez, akiket onnan mellőlem kivittek kivégezni. És ezért éreztem azt, hogy én jól emlékszem a barátnőm, akivel szoktam beszélgetni. Könyörgött nekem, Marcsi, ne menj ki a temetésre. Féltelek. Mondom, Ági, ez kötelességem, értsél már meg. Ezt nekem meg kell tennem. Mint október 23-án. Soha nem beszéltem ennyi ember előtt. A nép nevében ítéltetek. Mondtátok ti. A nép nevében ítéltétek halálra a nép fiait. A nép nevében kreáltatok hazug vádakat. A nép nevében mondtátok komoran, halál, halál, halál. És a boldogtalan nép megtört szívvel siratta megölt fiát. Ki volt hát a nép? Kérdem tőletek. Kinek nevében ítélkeztetek? Nem hiszem, hogy van olyan bolond nép, aki halálba küldi a fiait, hiszen nagyon sok szem volt nedves. És szinte annyit sírtak ezek az anyák, hogy talán már kiapadtak a könnyeik mára. Furcsa dolog, hogy én soha nem sírtam. Nem sírtam a börtönbe se. Aztán nem tudom megmondani, hogy idekint mikor sírtam. És olyan hülye sírós lettem 16-a óta, mióta temettünk, hogy nem ismerek magamra. Talán azokat az el nem sírt könnyeket. Nem tudom. De addig, amíg érdekes gondolatok, hogy az ember, én úgy éreztem mindig, hogy olyan kemény az ember. Meg kellett, hogy keményítse magát az ember. Talán azokkal szemben, ami érte az ember, egy burkot kellett képezni maga köré, és ezt a burkot megkeményíteni. Azt hiszem, ez a burok szakadt fel. Az volt egy olyan védőpáncél nekem, hogy magamba keményítettem meg magam. Ez a védőpáncél szakadt meg, csak szomorú az, hogy nem tudom, ma már nem tudom, érti, hogy már nem tudom, hogy mibe reménykedjek. Már nem tudom. Egyszerűen ott van egy hatalmas kérdőjel, amire nem tudom megadni a választ, de nem adta még meg a kormány sem a választ. Minden ember úgy van, hogy egy élete van.
Egy élete. És ebben az egy életében szeretne emberi módon élni. És ebből már eltelt 53 év lassan. És nem hiszem, hogy van remény arra, hogy a közeljövőbe még emberi módon tudna élni az ember. Sokszor mindig azt mondom, ha valaha föl tudtam volna építeni, akkora ablakokat raktam volna arra a lakásra. A fény érti, mert a sötétségből már elegem volt. Hogy évről évre mindig az ember a szemüvegét csináltatja, mert mindig romlik, 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 vakoskodik. És én mindig szerettem a fényt. Hát ez az, amiből nincs elég. Semmilyen értelemben.